Tetekkel ezen a délutánon, hát is ennek jó időre, tegnaphoz viszonyítva, kivirult. Nem csak ez a terem, hanem kívül is. Hát én már másodszor vagyok itt kiállítóként ebbe a terembe. Egy évvel ezelőtt is volt egy kiállításom, akkor több képen volt itt, de most redukáltam egy kicsit, ezért is kértem fel az Ildikót. Részben meg egy kicsit vidámabbá tette Ildikó ezt a termet, hát önmagával, a személyiségével, plusz a képeivel. Az enyémek egy kicsit komorabbak, az övéi vidámabb, de hát nem vagyunk egyformák. Én egy kicsit komorabb vagyok, idősebb, ugye? Egy idősebb. Igen. Hát, mit mondjak, a képekről nem sokat szeretnék beszélni, meg önmagamról sem, de hogyha lenne esetleg kérdés, Tibor, Ildikó némi tájékoztatást adott rólam, van, aki ismer 45 éve a jelenlévők közül, örvendek, és nagyon megtisztelő, hogy eljöttek hozzám. Mondjam azt, hogy tanítványaim. Arra a képről esetleg, ha beszél. Fogok, igen. Igen. Tehát minden embernek az életében vannak korszakok. Van fiatal korszaka, aztán jön a közép, aztán jön a késői, meg egy egészen leszálló ág. Hát én most ebben vagyok. A leszálló ágba, de azt hiszem, hogy ebbe az ágba is lehet vidámat, csodálatos dolgokat csinálni, élni is lehet vidáman, meg alkotni is lehet vidáman. Hát az én életemben nem ez volt a fő, amit itt lehet látni, mert hisz abban az időben, mondjuk ki bőven, én háborús gyerek vagyok, ami azt jelenti, hogy nem éppen ma születtem. Nem nagyon adatott meg egy vidékinek. Én Szatmárból származom, nem adatott meg, hogy ebbe a vérkeringésbe, mondjuk azt, hogy a művészetnek a vérkeringésébe be tudjon lépni. Lehetőség mindenkinek adott volt, főleg Budapesten, vagy Debrecenben, még Nyíregyházán is, icipicis, ott se nagyon, Nyíregyházán sem. Plusz hát azért azt is tudni kell, hogy abban az időben viszonylag zárt világ volt a művészeknek a világa. Eléggé zárt világ volt. Meg hát hivatalos úton lehetett bekerülni. Márpedig nem. Ma szintén be lehet kerülni, ha van méz valakinek. De ezt a világot éljük. Engem soha nem érdekelt ez. Én nem magam alkottam, magamról elmondhatom, hogy én alkotok. Más azt mondja, hogy festeget. Ezt is elfogadom. Tökéletesen elfogadom. Tanultam a festészetet, úgyhogy nem vagyok teljesen analfabéta ebbe a vonatkozásba. Túl dicsért Ildikó is, hogy milyen rajzos és így tovább. De hát, ha valaki csinál valamit, az csinálja meg tisztességgel, becsülettel a maga ízlésének és a tehetségéhez mérten. Hát én ezt próbáltam az alkotásaimmal megoldani. Egyrészt a vidék, ami adta nekem az ösztönzést, főként a szatmári vidék, mert aki nem ismeri azt a szatmári vidéket, Szatmár-Bereg vidékét, a Móric vidékét, a Kölcsei vidékét, vagy sorolhatnám tovább azt a vidéket, kevesen ismerik a Kisáron nevet. A budaiaknak ismerni kellene, mert a Budai Tanítóképző Intézet első alapító igazgatója volt.
Kecskeméti Játékmúzeum kis áramlelőt viseli. Az Pocsalmán született, ahol én éltem és dolgoztam. Dr. Kis Áron, az apja ott volt pap. Aztán püspök lett az apja, és itt mind a kettőnek szóval állítottunk a településen, az idősebb és az ifjabb Kis Áronnak, és szerintelenség nélkül mondom, hogy én állítottam. Megvolt a lehetőségem, mert polgármesterként. Megvolt a lehetőségem. Egész ülőalakos a püspök úr, és egy mellszobra van az iskola előtt a Kis Áronnak, a doktor Kis Áronnak. Most is volt egy egyhetes ünnepség a Kis Áron névhez kötődően az iskolában és a településen. Én magam is írósgattam egy keveset tanulmányt a Kis Áron családról. Nagy Kőrös például az öccséhez kötődik, a Kis Kálmán. Tehát ez a név, európai hírű volt ez a pedagógus Kis Áron, tehát porcsalmai kötődésű, ahova én is tartozom. Lehet, hogy sokan most hallották először ezt a település nevet. Nem, valószínű. De Budapestről is sokan ismerik egyébként. A Kis Áron Társaság tagjai el szoktak oda menni minden évben. Rendszeresen járnak oda. Na de hagyjuk azt. Az alkotásaimnak a zömét megpróbáltam a természet közeli élményeimből kiválasztani.